Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 10-éig. A hétfői napon a hold uralkodik, itt látható a hold szimbóluma. Ezen a napon van egy Lilith energia, ami aktiválja nálunk a kívánságokat, az elképzeléseket, a reményeket. Tehát van egy álom, van egy elképzelés, de ezen a napon úgy tűnik, hogy ez nem sikerül, hiszen feladjuk a terveinket. Az is lehet, hogy valaki befolyásol bennünket, és azt mondja, ne álmodozz, ebből úgy sem lesz semmi. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya a hétfői napon. Tényleg így lesz? Én úgy látom itt, hogy nem. Tehát ne adjuk fel az álmainkat, hiszen itt a kép jelenti a szeretetet és a szerelmet. Valaki olyan szívélyesen közeledik hozzád, vagy ne add fel ezt a kívánságot, hiszen ez a szerelem megvalósulhat. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Itt látható a lilium, és jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, itt tisztázódik valami. A lilium a Lenormand kártyáknál jelenti a szexuális témákat is, tehát a testi kapcsolat és a szerelem most nagyon fontos így a napokban. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Itt látható a ravasz róka. Az jelenthet negatív gondolatokat, ebből úgysem lesz semmi. Jelenthet negatív érzelmeket is, bizonytalanságokat, vagy félelmeket, de lehet a háttérben egy hamis személy is. Ez a hamis személy. Lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Valaki a háttérben, aki úgy figyelget benneteket, különösen, ami a szerelmi dolgokat illeti. Ez lehet az ő ex-társnője is. De valahogy ártani akar, hiszen a róka jelenti a hamisságokat. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Jupiter bolygó azt szimbolizálja az álmokat és az elképzeléseket. Ezen a napon megáll egy pillanatra, utána megváltoztatja az irányt és előre halad, és ez azt jelenti, ha hiszel ebben az elképzelésben, akkor itt előre mennek a dolgok, és egy álom megvalósulhat. Itt láthatóak az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a hamisságokat, vagy ezt a hamis szemét, itt tisztázódik valami. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, két út. Ez jelenti a múltat, jelenti az emlékeket és az érzelmeket. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, vagy van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat. Sőt, ez a kereszt ugyanezt jelenti, amikor a sors utatok kereszteződik, azon kívül lesznek fontos döntések, vagy a részedről, vagy az ő részéről, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez,
és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Lesznek fontos döntések és változások. Ez kihat a szerelemre, tisztázódnak bizonyos dolgok. A szombati nap felett Szaturnusz bolygó uralkodik. A gólya jelenti a változásokat. Itt most lesz egy sors döntő fordulat. Ez a változás lehet munkahelyi változás, lehet költözködés, vagy változik az irány a párkapcsolatban. A hamisság eltűnik, tisztázódnak a dolgok, lesz találkozás, és kimutatja az érzelmeit. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Mi történik vasárnap? Itt valami még azért átláthatatlan, tisztázni kell bizonyos dolgokat, amit a felhő még jelent, az az idő, mégpedig fél évet, hogy itt vannak változások, lesznek tervek, fontos döntések, amit ti fél éven belül szeretnétek megvalósítani. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!